Sziasztok, üdvözöllek benneteket ismét itt az úszdában, és a mai videóban a Dodge Charger, illetve a Dodge Charger Daytona replikájával fogunk játszani. Ugye a replika alatt azt értem, hogy egy másolat hasonlás tulajdonképpen, valószínűleg ugye a játéknak nincs meg hozzá a rendes licence, de DLC-ben mind a két autó elérhető. Az egyik, amit itt láthattok, ugye ez a sima Dodge Charger-re hajazó gépezet, ugyebár ez a festés is eléggé hajaz, a General Lee-re, ugye bár a filmből mindenki ismerheti, és ez az autó egész jól változható még külsőre is, láthatjátok, hogy vannak rajta itt oldalt ilyen plusz sárvédő elemek, vagy ívek, ezt nem tudom pontosan minek nevezzem, illetve van rajta splitter az alján, illetve van ilyen gajtörőrács az elején, hátulján, van rajta kis spoiler, illetve kilógó hát légbeömlő itt a motorháztető tetején, szóval mivel meg itt az üveget lecseréltem ilyen rácsozottra, szóval ez egy nagyon komoly kis verda, bele fogunk először menni. Ja, és kipufogó, szigorúan oldalt, nem hátul, mert igazából ez nézett ki alatt a legjobban. A másik pedig, ami a Dodge Charger Daytona, ugye a Daytona alapvetően egy pályautó, és ugye ennek van egy nagy hátsó szárnya. Persze ez most itt kicsit ilyen drag verzió, láthatjátok a hátsó kerekéből, szóval elég beteg ez a gép is. Ugye az egyik a Bullet, a másik pedig az a Drag Slayer névre hallgat. Mind a kettőt versenyben fogjuk kipróbálni, ugye egy rendes gyorsulás nincsen. Úgyhogy szerintem ne is szaporítsuk tovább a szót, és megyünk mind a kettőm, hogy hátsó meg kerék meghajtásos, ugye? Ja, igen, hát ez frankó lesz. Úgyhogy megyünk is versenyezni, viszont mielőtt ebbe belevágnak, ennek a videónak van egy támogatója, úgyhogy egy perces kis reklámblokk következik, cserébe a videó további részén nem lesz semmilyen reklám. Ennek a videónak a szponzora a boosteroid.com, amely egy felhő alapú játékszolgáltatást kínál, és már Magyarországon is elérhető. Ezen a platformon a legújabb játékokkal játszhatsz, anélkül, hogy erős géppel rendelkeznél, akár egy régi 7-8 éves laptopon is tudsz játszani a böngésződön keresztül, anélkül, hogy bármit is le kéne töltened a saját gépedre. Amire szükséged van, az egy stabil internet kapcsolat, ami azt jelenti, hogy legalább 15, de ajánlott a 25 megabites sávszélesség, valamint egy billentyűzet és egy egér. Sőt, a boosteroid már telefonról is használható, ez esetben a telefonhoz szükség van egy külső kontrollerre, és természetesen ugyanúgy stabil internet kapcsolatra. Én azt az árkal ki is próbáltam, leteszteltem, sajnos csak az integrált billentyűzettel, ugyanis azzal lehet bevinni karaktereket, de telefonos kontrollerrel lehet ezt teljes értékűként használni. A szolgáltatás díja mindössze havi 10 euró, vagy annál is olcsóbb, attól függően, hogy mekkora csomagot választunk. Ezért cserébe több mint 50 ingyenes és több mint 150 fizetős játékot vehetünk igénybe, melyet Full HD-ban 60 képkocka per másodperces minőségben élvezhetünk. Ha felkeltette az érdeklődésedet ez a szolgáltatás, a leírásban megtalálod hozzá az oldal elérhetőségét. Első körre egy rendes versenyt választottam, mert ez inkább versenyautó, mint derbizős verda, bár ezzel lehet vitatkozni. A hátulján is azért van ez az ocsmány spoiler, mert tulajdonképpen megvédi. Jaj! Szavaztok, srácok! Meg is érkeztünk, valakit kipörgettünk, kaptuk is érte a pontot. Csinálhatnánk ilyet többet mondjuk, de... Nem szégyeled ilyenkor magad, Krom? Jaj! Ne! Srácok, nem már! Hát ez most mi volt? De kapjuk! Hol a bal hátsó kereken? Nagyon kaptuk amúgy. Oké, hát ezt nem biztos, hogy ezen végig fogunk tudni menni. Menjél már, pakona! Hát, hihetetlen. Hát az első kanyarban majdnem elhasaltunk, az a helyzet. Nem a legjobb. Nagyon esztétikus a verő, nem? Tehát mindenki így képzelte el, gondolom, a versenyt. Ebben a játékban. Ezen nem kell csodálkozni. Kritikus sérülés. A felfüggesztésünk már nem érzi túl jól magát. Az autó amúgy tök egyben van. Kicsit ilyen vasalt szendvics, de hát jó ez amúgy. Még simán lehetünk akár elsők is. Persze, ez nem valószínű, de még akár lehetünk is azok is. Főleg, hogyha így csatolok neki minden egyes helyen majd. Elgörbült a bal első kerék és a jobb bal hátsó, azzal mi van? Az még jó úgy, szerinte? 140-nel megyünk a kanyarba. Hopp, ott hallnak az emberek. Jó, hát ez eddig tartott. Szerintem menjünk ezen a versenyen még egyet. El kell próbálni még egyszer, mert ezt nem hagyhatjuk azért annyiban. Szépen kielőzzünk jobbról. Azért, hogyha sérül a verda, akkor eléggé hamar elveszik az irányíthatóság. És
onnantól kezdve már nem olyan egyszerű előre törni. Most mondjuk másodikok vagyunk így kapásból. Jó kezdés. Hogy berakta jobbról? Hát ez mi? Ijaj! Együtt csúszunk. Oké, nincs gáz. Jó, hogy ott az a hátsó merevítő. Nyilván ezt így terveztem. Jó, hát eddig tartott a verdánk. Számíthattam volna erre a hatalmas ütközetre itt az elején. Borítsad már be magad a bokorba! Mi az a hatalmas? Spoiler ott a hátulján. Ők voltak az elsők? Nem, valaki még van elől. Valami még van elől. A fékünk az már kritikus állapotban van. Szerintem E-Racer itt mindjárt kiesik a versenyből. Konkrétan mindjárt megkoccantjuk, aztán E-Racertől elbúcsúzhatunk. Igen, E-Racertől elbúcsúzhatunk. Ez jó volt. Oké, és Crash Dummy-t is el kéne intézni, neki sincs túl sok élete. Hát szerintem elintézi saját magát. Azt ugye, hát ez le is crash-e. Nem! Na most mi van? Na már. Jó, megyünk még. Nem megy a Verda. Hát nem megy a Verda. Mi történik? Kérem szépen. Nem megy a kocsim. Jó. Jó. Jó, hagyjuk ezt a pályát, nézzünk egy másikat. Jó volt ez a verseny igazából, mert élvezhetőnek élvezhető volt. Hát túl sok tapasztalatot nem szereztünk. Úgyhogy választunk egy másik mapot. Elméletileg ez egy burvás pálya lesz, és ebben is van egy kis trükk. De majd ez úgy is elválik. Annyira nem hosszú a map. Egy kicsit kellemesebb környezet. Az erdőben. Oké. Már megy is a csattanás. Nem tudtam, hogy hova soroljak be, hol nem lesz bajunk nagyon. Oké. Elfértem. Hát a lengés csillapító már most szivárog. Üdvözlet, üdvözlet. Ez a francos Cadillac már megint. Ne már! Letörted az orromat? Miért nem tudsz vezetni? Nem hiszem el. Menjél oda magadnak! Tetszett! Tetszett, jó volt. Jó volt, nagyon jó volt. Mehetünk is tovább. Megjöttek a srácok is, úgy látom. Elég nagy lendülettel. Itt senki nem tud. A botok azok nem tudnak versenyezni amúgy. Úristen, a jobb első kerekem, hogy integet szépen. Jó, hát ez... Ebből szerintem az lesz, hogy neki megyünk egy fának, azt annyi volt. Sokkal jobban kéne vigyázni amúgy a Verdára, mert... És be tudtam kanyarodni. Ennyi! Ne tologassá! Ne tologassá! Oda hull a koporsóval, mert... Ez az, gyerünk, csak a táblák megfékeztek mondjuk. Nézzük, és megelőz a múlt. Ez hogy megy így? Kielőzünk jobbról. Egy egyenes szakasz van. Meg is van. Oké, nem sérültünk meg. Á, de. Kicsit de. Szégyeld magad! Mihetetlen. Van még 13 életünk. Azt nem mondom, hogy ezzel könnyű lesz végjutni. Ma pont, de megpróbáljuk. Meg kell próbálni. Nem! Nem! De nem már! 2 HP. Oké, még élünk. Na! Na! Van egy kis kritikus sérülés. Semmi vész. Nem kell vele foglalkozni. Most arra kell figyelni, hogy a féktávokat be kell tartanunk, mert különben abból lehetnek problémák. Ugye ez az összealszalódott kis talicska, neki koccan bárminek is. Úgyhogy oda kell majd figyelnünk. A motor még annyira nem vészesen sérült, illetve a váltó. Úgyhogy száguldani még tudunk, megállni már nem nagyon. Oké. Jó volt a féktáv. Bőven. Amúgy azt nézem, hogy murván, mint a könnyebb lenne megállni, mint aszfalton. Oké. Határeset volt. Egy pillanatra azt hittem, hogy belecsúszunk a falba, de nem. Ezt hála Istennek nem történt. Meg tizedikek vagyunk. Most vagy azért van, de aki mögöttem jön, az már nagyon le van lassulva.
Akkor valaki ki volt csúszva ott. Oké, okay. Nagyon sokan kiestek amúgy. Már nyolcadikok vagyunk. Nem is előzünk senkit, de nyolcadikok vagyunk. Okay. Segít, zúzó, kaptam ilyen achievementet. Már hetedikek vagyunk. Ez az, zúzzátok csak le egymást. Utolsó kör. Ez az, nem jön most senki. Terünk integes a karekeddel. Ah, az a jobb belső, az nagyon szépen. Ficeg, lifeg, mindenne van. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Közeledik amúgy az utolsó, vagy a mögöttem lévő. Jön állapotban van. Egész jó az a helyzet, de az nem fog utolérni. Hatodikok vagyunk. Egyre jobb. Ujj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 
A mögöttem lévő az, hát közeledik, de nagyon lassan, úgyhogy 16 szeket nem fog hozni rajtunk a végéig. Lesznek hullák ismét. Féktábra figyelünk. Ez kövérgáz, gyerünk, gyerünk, azt nem fogom utolérni, aki előttem megy. Gyerünk, 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 gyerünk. Valaki már beért a célba, nagyszerű. Nagyszerű. Gyerünk, 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 gyerünk. Ki ne csúsz. Attól féltem, hogy bedob elém valami hullát, aztán abba fogok megakadni. Valósnak ez nem történt meg. Hát hatodik hely. A hatodik helyet tudtuk sajnos hozni, de beértünk a célba. Első célbaérésünk a mai nap. De fullos volt. Ezért ugye kapunk azért tapasztalatot, meg mindent, meg azért itt azért zúztunk elég sokat, úgyhogy ez annyira nem volt rossz. Meg itt elég nagy a nehézség is tekintve, hogy törünk. Ők meg érted, a Patika Verdával ott mennek. Hát hagyjuk már. Ez egy érdekes pálya lesz. És eléggé szűk az út, ahogy én látom. Négy kört fogunk menni, mert 800 méter egy kör. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez milyen. Amúgy tök jól néz ki ez a pálya, szerintem még soha nem mentem rajta. Hát felsorakozott mindenki, akinek kell. Konkrétan nem fogunk elférni a pályán. Majd jön a rögdösödés mindjárt. Beikeljük magunkat ide középre, és akkor bármelyik oldalra dőlünk, van kire támaszkodni. Hát ott hullattak ki a komák, amúgy oldalra. Belső íven kell maradni. Az a taktik. Jajaj. Hopp, hopp. Jézusom. Oké, ezt megkerültük. Kiautózzuk itt mindjárt. Oké, azt kipörgettük. Szevasz. Oké. Azonban már. Egyet kidobok. Azt jön a másik. Nem kéne tolnod. Itt van a pofámban a kipufogója. Menj csak ki. Azaz. Vigyázz magadra, koma. És nézd meg, bevágja elém. A pofám leszakad. Gyere csak ide. Gyere csak ide! És elkapjuk. Kettőt sérültem, attól már megkocoltam a izét. Nagyon gyors ez a map, de tetszik amúgy, pont azért, király. Hát, az kipörgött, szavasz, vigyázz magadra. Nagy megelőzzön bárki is. És valaki egyedül előttem van. Ezt nem fogom utolérni. Az a gáz. Ha csak nem hibázik valami nagyon nagyot, nem fogom utolérni. Valaki ott nyomja a gázt ott a kanyarban. Ups, 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 ups. Kicsit érdekesen vettem be ezt a kanyart. Hát itt kilincsel előre végig, srácok. Ennyi a trükk. Ennyi a trükk. Hopp, hopp. Ami ütközés hangot hallottam ott az előbb. Nézd meg, nem hiszem el. Alihók beelőz. Az utolsó körben. Nem csak szépen ki. Oké, az ki is ment. Harmadikok vagyunk. Annyira nem jó hír. Jézusom! Elnézést, bocsánat, előztem. Ott az első hely. Mi volt az a tumultus? Az első az a Kramvikes csáó volt ott középen, csak nem rendőrskin volt rajta. Amilyen pici pálya, annyira káosz tud itt lenni. Hát ez egy elég egyszerű kör volt, amúgy brutál jól megy ez a kocsi. Nem tudom, én nagyon imádom amúgy ezt az autót, mármint a nyilván a rendes Dodge-t is, de hogy azért ez sem rossz. Természetesen egy derbit ezzel a Verdával is mennünk kell.
És ebben az arénában még nem voltunk nagyon, azt hiszem valami géppark, vagy valami ilyesmi a neve. Hát itt elmegyünk oldalra. Azokat kéne. Ups. Nagyon kapott, és itt is felett. Ha, felett menni itt is az oldalára. Azért mondjuk vigyázzuk kell, jól visszaestünk. Szevasz! Ups, nem! Ne! Ne! Tetszett. Két szével természetesen. Gyere! Na gyere! Törd össze a játékomat, légy szíves. Megyünk még egyet. Megyünk még egyet. Nyilvánvalóan, hogyha a feje tetejére áll, meg elkezd pörögni már, akkor ez is sérül, mint az atom. Ups. Hajtókopogtatás. Oké. Okay. Azt most megcéloztuk, szevasz. Koccanás? Ez neked koccanás volt? Tehát ilyet koccannék? Biztos nem lennék boldog. A kis lila rettenet. A koma is kapta azért rendesen. Hát az orrunk az már... nem éppen van nagyon egyben. Szevasz, szevasz, szevasz. Ezt ott kinéztem most magamnak. Az meg is van, be van zúzva. Új, új. Minket is kinéztek maguknak. Ugratásból. Oké, 17 HP-n van, úgyhogy óvatosan kell itt nyomni a dolgokat. Azt, hogy csak el kéne kapni. Csak ajtókopogtatás, hagyjuk már. Na. Az a baj, hogy egy HP-n van. Az egy HP meg nem sok mindenre lesz elég amúgy. Ujj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 
Ne menjünk neki semminek és senkinek. Van még 6 ellenfelem, az mondjuk eléggé sok. Oké, majd ezek összezúzzák itt egymást szépen. Na jó, srácok. Nem megy. Nem megy, nem akar sikerülni. Ups. Van valamelyik mögöttem. Valamelyik rafinált. Ne! Menj innen! Oké. Jó volt ez, jó volt ez. Lezúzott. Lezúztunk 2 másik verdát. Jó ez a kocsi, nagyon. Nos, próbáljuk ki a másikat. Amelyiknek ugye az a hatalmas spoiler van a hátulján. Ugye azért azt tudni kell erről a verdáról, hogy ez A kategória. Szóval az tulajdonképpen már a legjobb, ha jól tudom. A játékban. Bár lehet, hogy van is olyan speciális verda, ami még ennél is brutálisabban megy. Mert hát még itt fotelekkel, meg disznókkal, meg igazság szerint sok mindenre lehet versenyezni, úgyhogy bármikor talált az ember ebben a játékban olyan autókat, amik érdekesebbek vagy jobban mennek a többinél. Úgyhogy a Hellride-ot ma még nem nyomtuk, és ez szerintem abszolút passzol ehhez a verdához, mert ez igazán Hellride-os futam lesz. Na gyerünk! Szépen ki is gyorsítok. Hagyjad már, hát mindjárt itt hagynak. Össze 2 padló, pörgessük ki rendesen a fokozatokat. Na most lempönt megyek első körben. Júj! Ne! Jó van már, jó, na ezt nem. Tehát hogy azért a szárnyamat nem adom, semmi pénzért sem. Kaptam a faltól egy büdös nagy pofont. Amúgy nagyon megy, viszont csúszik amúgy a kocsi. A sebességet most láthatjátok. Oké, most viszont följöttünk. Júj! Oké! Még a padlón vagyunk, ez az. Nagyon király, felmegyünk a falra. Gyertek, komák! Itt nem tudtok elkapni úgysem. Jújjújjújjújjújj. Oké. Okay. Jönnek páran ki, nem! Hogy néz ki az eleje, te jó ég? Ups. Oké. Okay. Milyen hangja van már? Tök jó. Öndurzsol. Kicsit vissza kell váltani. Ez az, gyerünk. Annyira nem lesz jó, hogyha itt az arcomba ugratnak. Fel akartam pedig menni. Az necces volt. Meghaltak páran. Ez nagyon megy ez a verda, ez brutál jó. Ez... awesome. Azaz, középen szeretnék menni. Oké.
Hopp, valaki pont alattam ment el. Nehogy itt összeütközzünk, komolyan? Nem. Négy körös. Jó én. Bemegyünk középre. Természetesen. Szépen átugratunk. Húva. Azt hittem gond lesz abból, hogy az orrára esik, de hát igazából már látszik a motor. De ez nagyon brutálisan néz ki. De a hangja az, ami eszméletlenül jó. Hát itt már konkrétan kettő másik versenyző van rajtam kívül. Abból az egyik itt voltam ugye a... Hát a fölösleges. Nézzétek, ott van a tetőn a fölösleges alkatrész. Hopp, nem is kell. Belenézünk a motorba, azt ezt látjuk. Nézd meg, látod, hogy nem lát semmit? Oké, ez tetszett amúgy. Ó, ez még mindig él. Hát a féktárcsán is lehet közlekedni. De ez már nem lesz annyira dinamikus. Igazából itt stresszelek, hogy tárcsán beérek-e. Srácok, az a helyzet, hogy én maradtam egyedül, mindenki kapott egy KO-t. Úgyhogy tulajdonképpen, hogyha nyerni akartok ezen a pályán, annyit kell csinálni, hogy a rajtnál meg kell állni oldalt nagyon gyorsan. Meg kell várni, még mindenki kiüti a másikat, és akkor végig kell menni a pályán nyugodtan. Oké? Okay. Szóval nyugodtan, és akkor nincsen semmi probléma. Nekem is most már csak be kell érni a célba. Hát, ennyi. Sima. Nagyon-nagyon puffog amúgy a Verda. Bum-bum, jobb oldalt. Megnyertük, hát lehoztuk easy-be. Közel sem voltunk ahhoz, hogy meghalunk, és nagyon jó versenyt mentünk. Úgy tényleg jó volt, brutál jó a hang ennek a Verdának. Menjünk vele valamilyen másik pályán, például egy másik nagy kedvencen, ami nem más, mint a halálhullók természetesen. Ugye itt van egy nagyon jó kis loopunk, amit ki tudunk használni. Gyorsuláson amúgy nem mondom, hogy nagyon érezhető, de talán picit jobb ez a széles drag gumi. Oké, okay. Az elején már megy a bunyó. Meg tudunk előre törni bármilyen sérülés nélkül. Köszi szépen, Koma, én is szeretek a betonfalat pusziszkodni. Ajaj. Oké, még versenyben vagyunk abszolút. És még a szárnyunk is megvan, ami... Hoppá. Nagy király, az mi volt az a vetődés? Én is, én a medencébe szoktam így beugrani, így oldalasan. Koma! Ez most mi volt? Ez, erre most miért volt szükség? Hát... Jó ég. Mert bevágodott elém. Ismét a medencés hadművelettel. Na mindegy, hát... Ez a kocsi, ez nagyon esztétikusan tud törni, azt hogy mondjam. Oké. Okay. Hát ezek nem tudnak megsebezni nagyon minket. Itt pedig szépen megyünk egy karikát, hogy... és előnyre tegyünk szert. Így né. Már elsők is vagyunk igazából. Szépen végig kell kocsikázni az egész versenyt. Hoppári. Ez az ugratás, ez érdekes volt. Kicsit későn mentem fel a rámpára. Azért van itt egy pár hulla. Mit ne mondjak. Ez az. Brutál jó hangja van, és hát az ereje is. Az erején is látszik azért, hogy... Ez nem egy gagyi gép. Vigyázzuk el, hogy jobb oldalt van valami. Valami szösszenet odahalt. Oké. Okay. Már nincsen senki. Senki nem jön utánunk. Senki nem tud minket most már megsebezni. Hátra dőlve. Tulajdonképpen be tudunk menni a célba. Megpróbálta, nem sikerült neki. Győzelem. Fú, brutál jó ez a... Ez a Verdam. Na, ezzel még egy versenyt. Ezzel nem szeretnék menni amúgy derbit, mert... Lezúzza a Verdámat a játék. Mert derbiben szerintem ez annyira nem jó. Mert azért elég könnyen törik, főleg az eleje. Úgyhogy ezzel derbizni nem fogunk, de megyünk még egy versenyt. Utolsó versenynek egy 8-as alakú pályát választottam, ugyanis ott középen, amikor találkoznak a Verdák, az kifejezetten érdekes tud lenni, hogyha van egy-két jó ütközet. Meglátjuk, hogy most mit sikerül összehozni. Hát lehet, hogy külsőjében kéne előznünk. Nagyon hátul kezdtünk. 20-ak voltunk talán. Szokással szúlja át, hát ez a játék, csak meg kéne tudni kanyarodni. Nagyobb konfrontáció nélkül. Oké, okay, jó.
Ó, hát az orkupunk az már, még toljuk magunk előtt, de már nincs fenn a kocsin. Harmadik hely, fullos. Most már csak menni kell, csak nyomni kell a gáz neki. Azok ott úgyis elfájtolnak egymással. Tőlük el kell venni az első helyet. Gyerünk. Kimegyünk az ívre. Kicsit kirincsel előre, de... Nyomjad. Oké. Okay. Te ne engem zaklass, hanem... Inkább... Segíts, hogy előre jussak. Azaz, gyerünk. Igen, kell beérkezni. Jönnek balról is. Oké. Okay. Jó, nincs gáz. Elsők vagyunk, ez is megtörtént. Most már a harmadikok. De itt van előttünk az, aki az első. Ez a szevasz. Most mi vagyunk az elsők, most megint másodikok vagyunk. Nem gáz, abszolút nem gáz. Az még hosszató, szevasz. Full agresszívba kell nyomni, és ez az utolsó kör amúgy. Ez az, gyerünk. Pont ez a középen találkozós rész mentett meg amúgy. Mert hogyha ez nincs, akkor a két elsőt nem biztos, hogy utolérem. Tudom, te menj innen? Hop-hop. És győzelem! Boom! Jó, ez jó volt. Tetszett ez a pálya. Mindig vigyázzuk el a közepén, meg hát amikor nagy a tumultus, hogy nekilőknek a falnak, és kész, vége van. Nos, hát srácok, ennyi lett volna ez a videó. Hát remélem, hogy tetszett ez a két verda. Írjátok le a komment szekcióba, hogy tetszik-e nektek. Mind a kettő egy külön DLC-ben található amúgy. Sokan szoktátok írni a játék alá, hogy ez tökre olyan, mint a Flatout. Ugyanaz a készítő a játéknak, tehát tulajdonképpen ez annak egy újabb verziója, vehetjük így tulajdonképpen. Ez csak egy ilyen kis aprócska infomorzsa. Tehát srácok, ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, illetve ha szeretitek és még nem tettétek, még iratkozzatok fel. Én Stark voltam, jók legyetek, sziasztok!